Köszöntök mindenkit, ez itt a Névtelen Autós műsor külön kiadása. Ma egy Renault Megane klasszikot tesztelhető, igazán kitűnő állapotban van. Gyere velem! Mint láthatjuk, ez egy fullos kiszerelésű Renault Megane. Tánkítottok. Van benne légterelő, hogy menet közben, nem biztos, hogy menet közben, de majd ha fúj a szél, besüvítsen. Itt láthatjuk a gyönyörű belteret. A beltérben láthatunk nagyon komoly szélvédő technológiát, ez a cabrio formatervezést félbehagyták. Úgy döntöttek a Renault Megane mérnökei, hogy ledöntik az ablakot, hogy besüvítsen a szél, és hát mindezt saját magunk is megtehetjük, hogy a több szelet akarunk, csupán egy kalapásra van szükségünk, hogy esetleg az ujjammal ezt meglökném, beszakadna, úgyhogy elég kompakt megoldás. A szereléssel sem lesz gondunk, ugyanis minden műszerhez és biztosítékhoz könnyedén hozzáférhető, hogy ez be van szakadva minden. Továbbá növényzet is támogat minket, nézzük csak meg a hátsó ülést, a környezet, igazi zöld autóról van szó, környezet kímélő, moha is termelődik már benne, hát ilyeneket nem minden nap láthatunk. Úgy gondolták a Renault Megane mérnökei ebben a 2014-es Ultimate kiadásban, hogy nincs már szükségünk ajtó kárpitozásra, ezért inkább bebaszták őket a hátsó ülésre. Továbbá rendelkezik szervó kormánnyal, ami kormány annyira jól működik, hogy akár a kereket nem csak ilyen szögbe tudja, hanem még az Y és X tengelyen is tudod mozgatni, tehát kibír esni a kerék, hogyha nagyon úgy akarod. Na itt láthatjuk a legnagyobb csodát, ez aerodinamikai megoldás, ugye... Az aerodinamikai megoldás azt eredményezi, hogy a levegőt felcsapja, majd össze-vissza kavarog benne, ezáltal mini tornádókat keletkeztet vén, az autó szétrepül a francba, és mi is oda repülhetünk, tehát nem is ülünk a végén, hanem szárnyalunk úti célunk felé. Index lámpa erre az autóra nem szükséges, ugyanis, mint előbb említettem, a szervokormány annyira jó, hogy kitolja a kereket az irányba, így még a vak is látja, hogy hova akarunk menni, tovább ezzel a megjelenéssel hát mindenki ránk fog. Figyelni. Na most a kaszni elég komoly állapotban van, valószínűleg egy úthenger ment át rajta, de még működik. Tehát funkcióját betölti, és a kis embereknek nagyon kellemes, ugyanis nem fogják magukat olyan kicsinek érezni, mert közelebb van hozzájuk a plafon. Hátsó szélvédő és továbbá a kabrió kialakítást támogatja, hogyha hátrafelé megyünk, ha tudunk, hát két kerék még van az autóban, úgyhogy lehet, hogy valamerre menne. Ha hátrafele megyünk, akkor a hátsóknak is felsüvíti a haját, ha pedig előre megyünk, akkor hátrafelé süvíti a haját, így lehet frizura megigazítást alkalmazni a személygépjárművel, nyissuk is ki a hátsó ajtót, ez még működik is. Hát igen, tehát az igazi vad zöld autóról van szó, mindenütt a növényzet, a természet és a könnyedség uralkodik, ezt vissza is csak meg van megengedett. Továbbá nagyon érdekes, én már megnéztem, Suni vagyok, a csomagteret, speciális védelmi rendszer van itt, cipőfűző is. Ezután felnyitjuk, akkor látjuk, hogy kurva nagy helyünk van. Csak kicsit nehéz van megtartani. Hát így ez a kristályos absztrakt megoldás. Elég komoly. És hát mit tudunk az anyósülésről mondani? Lábemelő. Tehát nem a földön van a lábad, hanem a trutyin, hogy kényelmesebben legyél. Tehát nem fogsz ilyen olyan görcsöket kapni ezáltal. Továbbá még autópálya matricák és bérleteket is láthatok, hogyha esetleg megvonjuk az autóval való közlekedést, ami ebben az autóban különlegesen kényelmes lehet, akkor utána lehet vele menni. Na most a kesztyűtartó, az még funkcionál. Egészen gyönyörű. De mindegy, inkább nem csuknám vissza, ha nem gond. A kulcs benne van, push to start. Azaz told meg és megy. Na, tehát ennyi lett volna a Renault Megane klasszik végtelen köpcent is, ugyebár egyé vált az űrrel, a térrel a motortér, úgyhogy már nem tudjuk, hogy mekkora lehet. Valószínűleg egy 16 vés járgányról van szó, mehet, mint az állat. Mindenkinek nagyon nyugodtan ajánlom a motorteret. Jó, nézzük meg a motorteret is, hát nem maradtam el. Elfejtettem felnyitni. Krómozott hamisítvány légterelők a motortérbe. Óvatos mozdulattal felnyitjuk, így, és láthatjuk a szívét, lelkét ennek a gyönyörűségnek, ami valószínűleg egész jó állapotban van. Csak nincs benne semmi a motoron kívül, vagy annak látható kívül. Az égszíle van szakadva. Úgy minden tönkre van benne menve, de nem meg baj. Meg már ott nő belőle a növény. Igazából mondom, ez egy zöld autó, tehát igazából organikus. Eco motorja van. Organikus eco meghajtással működik. Minden esetre, amiért ezt az autót teszteltük, el is mondom most a kedves nézőknek, egyetlen egy valamiért jöttünk el az autóhoz. Ezt visszük el belőle. Mi a? Hát még cigaretta is van itt. Köszönöm szépen a figyelmet, Gál Robert voltam, Névtelen Autós műsor külön kiadás. Sziasztok!